Szevasztok! A mai videóban papír alapú Jurassic Parkos cuccokat szeretnék bemutatni nektek, főleg képregényeket. De mielőtt ezekre rátérnénk, szeretném megmutatni ezt a két matricás albumot is. Egy korábbi videómban említettem a Tudorka nevezetű magazint. Ennek valamelyik számához járt ez a dinoszauruszos matricás album, illetve ennek volt egy tappancsos változata, ez a zöld, de lényegében ugyanazokat tartalmazzák. Valamint még megmutatnám ezt a 2013-ban kijött 3D-s felújított Jurassic Parkhoz. A Burger Kingnél lehetett kapni ajándékokat. Én ezt a notest választottam. A papírjain látható a Nublár-szigetnek a körvonala, illetve rajta különböző kifutóknak a logói, illetve itt van például a kikötő is, ahova Nedry igyekezett, valamint a másik oldalán pedig az öt halál szigetcsoport, középen a legnagyobb Szorna szigettel. Van hozzá még egy logókat tartalmazó matricás rész is, amit én nem ragasztottam bele. Nos, áttérve a képregényre, nekem füzetben csak a Jurassic Park első részhez tartalmazó és tartozó két füzet van meg, illetve az elveszett világos füzet. A többi képregény csak digitális formában van meg nekem. Nos, a képregényekről úgy általában annyit, hogy nekem nagy csalódások voltak. Nem a történettel, mert nagyon jól követik, legalábbis ezek a füzetek, a film történéseit, viszont a rajzolás az elég gyengusz. Például nézzük meg a borítón látható Velociraptort, vagy a második rész borítóján lévő T-Rexet. Nos, ugyanilyen stílusban vannak a folytatások, amik nem kánonok, és nekem digitálisan vannak meg, tehát ugyanígy kell elképzelni ezeknek a megrajzolását is. Egyedüli kivételt az elveszett világ külön füzete képez. Ez is nagyon hűen tükrözi a filmet, és egyedül ebben látható Jurassic Park minőségű állatok rajzai. Amellett, hogy tényleg ilyen jól van megrajzolva, és egy komplett önmagában megálló természetvédelmi történetet találhatunk benne, még a kimaradt jeleneteket is, mármint a filmből kimaradt jeleneteket is tartalmazza. Felhívnám a figyelmet arra a részre, ahol a kis Tyrannosaurus Rex lába eltörik. Ugye a nagy ünneplés közben piálgatnak, és Ludlow átesik a kisállat lábán, és ezt azt hiszem elkezdték le is forgatni a filmhez, bár a kimaradt jelenetekben sem maradt meg, legalábbis a DVD-n. Viszont van egy-két forgatási fotó erről. Szóval a képregények közül szerintem ez állja meg a helyét, mint Jurassic Park képregény. Köszi a figyelmet, sziasztok!